tömték meg szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot. Néhány perccel később pedig már lángolt is a kiszebáb. A kicsik ezt élvezték a legjobban. Nagyon jól égetett a kiszebáb, és mindenkinek melegebb volt. Amikor így dőlt el, akkor a Krisztiánnal hintáztunk, és így most így melegedik a kezem, meg hát jó volt nagyon. A néphagyomány szerint a kiszebába telet a bőtöt és a betegségeket szimbolizálja. Elégetésével kellemetlen dolgokat igyekeztek távolra űzni maguktól az emberek. Valószínűleg ez egy középkori hiedelemből adódóan, ugye, hogy csökkentek a nappalok, ettől féltek az emberek, megjelentek a betegségek is, és ide tűzik az, hogy tűzzel próbálták, tűz körül próbálták körbeállni, és ezzel úgymond hívni az akkori, amiben hittek, nem tudom, isteneknek, ugye ez egy néphit, és valahol azt beszéltük az előbb is, hogy bejött nekik, hiszen tavasszal ugye elkezdtek a nappalok ugye megint hosszabbodni, úgyhogy és ott bementek úgymond a melegebb helyekre, ebből lettek a bálozások, de a kiszebáb égetés kapcsán pedig ugye a betegségek, a rontásokat próbálták valahogy elkerülni, legyőzni, és ők hát ebbe hittek. Most is láttam, volt egy-két aranyos kisgyerek, hozta, ráírt a papírra, hogy milyen betegséget, mit szeretne letudni magáról, és akkor ezt beledobjuk a tűzbe. Hit kérdése minden, úgyhogy, és hát jön a tavasz. A szekszárdi fősővárosi kör nem első alkalommal szervezte meg a város kápolna terén a régi korok hagyományos télűző eseményét, a kiszebáb égetést. A főként családoknak szánt program igazi összefogás eredményeként valósult meg. Volt, aki a szalmát adta, mások régi már nem használt ruhákat, megint mások pedig a borukat ajánlották fel, és volt, aki zsíros kenyeret csinált. Mi abban hiszünk ebbe az összefogásba, az előbb a hitről beszéltem. Előkerült egy fényképünk is, bár erről már többször beszéltünk, egy 1921-es, az előző fősővárosi körnek a fényképe. Ugye ők színi kör voltak, ilyenkor szoktuk elmondani viccből, hogy nem volt tévé és nem volt internet, úgyhogy egymást szórakoztatták az emberek. Most ezt próbáljuk mi is egy kicsit lerúgni magunkról, hogy ne csak az internet meg a tévé legyen a gyerekeknek, hanem akkor hát ide ki tudnak jönni. És hát majd meg kell nézni, csak szülői fejjel is nézem majd szegényeknek a kis ruhája, hogy fog kinézni, de sokkal jobb történet, mint ott ülni a számítógép előtt szerintem. Nagyon készségesek a tagok, staflikat kapunk, szalmát kihozzon, tehát ahogy az elején is mondtam, az elsőnél egy kicsit nehézkes volt, telefonálgatások, te ezt hoz, te amaz hoztak, ugye nem felejtetted el, most meg szinte mindenki magától és ajánlja föl, hogy figyelsz rám, ír, és én megyek, én ezt akarom intézni. Érzi szerintem mindenki, hogy jó ez az összetartozás, összefogás, úgyhogy jó kis csapat épül. A kiszebáb égetésen több százan vettek részt.